Mostanában egy regényen dolgozom, elég sok helyen megjelentek belőle részletek. Ez a részlet, amit most olvasni fogok, a Bárkában jelent meg. Azt a címet szeretném adni, ha eljutok a végéig, hogy a mi kis köztársaságunk egy második világháború után játszódó történet, Kelet-Magyarországon játszódik, és most többet nem is mondok, majd ha szükséges, akkor mesélek még róla, most meséljen maga a szöveg. Csipkár, miközben a polgárőrség póttagjaiból alakított különítményt vezeti a Belmondó tanya felé, az úzmarás virradatban, arra a belátásra jut, hogy a tökéletes államban egyrészt elsorvad a magántulajdon, másrészt a vallásos hit és a babonás hiedelem kölcsönösen kioltják egymást. A magántulajdon elsorvasztását ő maga is aktívan előmozdította az elmúlt hetek során. Szava járása lett, főleg a reakciós visszahúzó erők megpillantásakor, de a városunkban élő 3-4 holdas gazdálkodókkal szemben is, ami a tiéd, az az enyém, és ami az enyém, ahhoz neked semmi közöd. Belmondót, aki maga is 3-4 holdas gazdálkodó volt, amíg Mátrai fel nem íratta a nevét a fasiszták listájára, és aki szekéren két lóval hajtott ki a tanyájára 2 héttel ezelőtt, Csipkár kérdőre vonta, hogy miért nem veti el az őszi búzát? Mire Belmondó visszakérdezett, ugyan mit vessen el és mibe? Neki már se búzája, se földje nincs, ezt is azt is elvették. A válasz hallatán Csipkár meghosszabbította az események logikájának addigi vonalát, és miközben felugrott a szekérre, melyet a polgárőrség póttagjai előzőleg megállítottak, puskatussal nyomatékosítva elmagyarázta Belmondónak, ha se búza, se föld, akkor ló sincs, meg szekér sincs, na nyomás, pakoljon le gyorsan. Már akkor eszébe jutott, hogy a tanyát viszont nem vettük el Belmondótól, mert hiszen továbbra is ott lakik a családjával együtt, és hogy jó lenne azt is elvenni tőle. Néhány nappal később, amikor a kökényt megcsípte a dér, feltámadt benne egy arra irányuló gyanú, hogy csóványos tisztelendő, a hömpölyzugi római katolikus kisebbség plébánosa esetleg éppen a Belmondó tanyán rejtőzködik. Ha pedig csak ugyan Belmondóék bújtatják a római katolikus papot, akinek a nevét még nem írtuk fel a fasiszták listájára, de bizonyára nem ok nélkül bujkál, akkor az már elégséges hivatkozási alap arra, hogy elvegyük tőlük azt a jó fekvésű, szép kis tanyát is. Valaki azt is megsúgta Csipkárnak, hogy a tisztelendő úr a Belmondó tanya vaslappal fedett kerekes kutyában dekkol, úgyhogy ne a pincében vagy a padláson keressük, illetve kereshetjük a padláson is, de ott nem a papot fogjuk megtalálni, hanem a Belmondó család eldugott élelmiszer tartalékait, étolajat, szalonnát, lisztet, sárga borsót, ilyesmiket. És ha már itt tartunk, a tanya hátsó udvarán érdekes dolgok vannak elásva, nagyobb mennyiségű pálinka, disznózsír és méz. Érdemes lesz ott is körülnézni. És ki tudja, hát ha kátrányos vitorla vászonba csomagolt puskák is előkerülnek a zsíros bödönök mellől. Vagy például az a kösöntjükkel, boglárokkal, násfákkal és fogászati arannyal teli vaskazetta, amelyek hollétét Hirschfeld, az ötvös, nem volt hajlandó közölni a hatósággal, pedig már úgysem veszi hasznát, ugyanis a szakközegek bántalmazásra emlékeztető fizikai ráhatásra célirányosított faggatózása közben életét vesztette. Ja! És a széna bogja alatt van a titkos gabonaverem. De a tisztelendő úr nem ott sunnyog, mert ott a Belmondónak van elraktározva 15 mázsa búzája. Ja persze, hazudott a szarházi. Még hogy nincs neki búzája. Annyi búzája van, hogy jövő ilyenkor is kalácsot esznek, meg rétest, ha csak egy kicsit oda nem kukkantuk, hogy mit próbál eltakarni az a széna bogja. A tisztelendő urat pedig a kerekes kútban lehet megtalálni. Derékig érő vízben áll egész nap, állva is alszik. A víz fölötti kőkockákon termő kocsonyás gombát eszi, és a kútvizét issza hozzá. Úgyhogy tényleg jó lenne előhúzni a kútból, mert ha ott marad, akkor előbb-utóbb megfázik, és még tüsszögni kezd a végén. Sőt, az sincs egészen kizárva, hogy
reumás lesz. Mi pedig aggódunk az egészségéért. Igen ám, de a Belmondó tanyán Csipkárnak tapasztalnia kell, hogy nem érdemes baloldalibbnak lenni Mátrainál, aki egy szóval sem tiltotta meg Csóványos tisztelendő elkutatását, viszont azt is kijelentette, hogy szerencsésebbnek tartaná, ha a klerikális reakció helyi képviselője önként a saját jószántából térne vissza a városunkba, nem pedig a Csipkár különítmény kerítené elő. A dolog úgy áll, hogy bármennyire igyekszünk is, egyelőre nem tudjuk előkeríteni. Mindent megtaláltunk, amit kerestünk. Elrejtett élelmiszert, eltitkolt lőfegyvert, elsinkófált, zsidó vagyont, csak a tisztelendő úr nem került elő. Nem találtuk sem a pincében, sem a padláson, sem a szénabogja alatti veremben, ahol ráadásul csak 4,5 mázsa búza volt elspázolva, nem pedig 15. Ami pedig a legsúlyosabb csalódásunk, a keresett személy nem tartózkodott a Belmondó tanya vasfedeles kerekes kutyában sem. Amikor felhajtottuk a vasfedelet és bevilágítottunk fényképész Mátrai magnézium csíkjaival, észlelhettük, hogy odalent mozdulatlan a víztükör, egyenletes fénylő körlapot láttunk. Az pedig lehetetlen, hogy Csóványos tisztelendő lehúzódott a víz alá, így próbálva elbújni előlünk. 4-5 percig is figyeltük a vizet, és nem mozdult semmi. Ilyen sokáig még egy maláj gyöngyhalász sem bírja ki a víz alatt, nemhogy egy hömpölyzugi katolikus pap. Amikor a biztonság kedvéért leeresztettük a vödröt 3 téglával, és a vödör akadály nélkül merült, méghozzá legalább 2,5 méternyit, vagyis láthattuk, mekkora tévedés volt azt hinni, hogy ebben a kútban derékig ér a víz, akkor vettük észre az egyetlen élőlényt, amely a kútban lakott, egy szokatlanul nagytermetű békát. Egészen fönt, majdnem a legfelső sorban 2 kőkocka közt volt egy tenyérnyi széles hasadék, abban húzódott meg a béka. Furcsának rém lett, hogy békával találkozunk télvíz idején, de nem volt benne semmi érthetetlen. Amennyivel a kútban melegebb van, mint idekint a szabad ég alatt, és amennyi táplálék található a kőkockák rései közt, annyi a békának elegendő. De azért Csipkár így is tátott szájjal nézte az óriási békát. Amikor aztán olyan közel tartottuk a csúfjószághoz az utolsó magnézium csíkot, hogy egy kicsit megpörkölődött a hátán a bőr, akkor hirtelen elrugaszkodott a kőkockáktól, és néhány másodperc múlva hangos csobbanással eltűnt odalent a vízben. Békára nem jó tátott szájjal nézni, mert a béka visszanéz, és a pillantása kimozdítja az ember szájából a fogakat. Ez már késő délelőtt jutott eszünkbe, amikor a 75%-ban eredményes házkutatás után a Belmondó tanyáról átmentünk a szomszédba, a Külmondó tanyára, ahol sem Csóványos tisztelendőt nem találtuk, sem pedig más élő emberrel vagy állattal nem találkoztunk, ugyanis a tanya tulajdonosát, Külmondót, aki az üres tehénistállóban egy mestergerendára hurkolt kötélen lógott, semmiképpen sem tekinthettük élőnek. És mint a vak ember, aki leveri az asztalról a poharat, és a csörömpölés hallatán egyik percről a másikra látni kezd, úgy pillantottuk meg az éles fénnyel megvilágított összefüggést, az a béka, akit a kútban láttunk, az lehetett a tisztelendő úr. Nálunk, Hömpölyzugban mindig is voltak emberbékák, vagyis olyan emberek, mint te vagy én, csak éppen időnként átváltoznak békává. A tisztelendő úrról már a háború előtt is rebesgették, hogy évente egyszer vagy kétszer átbucskázik a fején, és akkor vagy béka lesz belőle, vagy sziporkázó röpködő tűzcsóva. Az is gyanús volt, hogy meleg nyári napokon egy szál fekete klotgatyában átúszta a Hömpöly vizét. Rendes ember nem úszkál, főleg nem egy plébános, egy komoly egyházi személyiség. Már akkoriban is meg voltunk győződve róla, hogy a tisztelendő úr egy emberbéka, de persze nem tudtuk bizonyítani. Most jut, hogy 4 évvel ezelőtt Észak-Erdély visszacsatolását követően, amikor városunkba járt Kalinescu bácsi, a bánfi hunyadi patkánybűvölő, Csóványos tisztelendőt napokig nem láttuk. Az volt a hivatalos magyarázat, hogy Nagyváradra utazott a püspökhöz, aki a régi egyházmegye helyreállítását intézte, és ebben kellett segítenie a tisztelendő úrnak, de mi a saját fülünkkel hallottuk, amint Kalinescu bácsi felszólítja a rákcsálókat. Berezlábi szérike,
Mereclábi szérike, vagyis menjetek a templomba. És akkor ahány patkány csak volt, mind beszaladt a római katolikus templomba, mert az persze még a görög-keleti vallású Kalinescu bácsinak sem jutott eszébe, hogy a református templomba küldje a patkányokat. Nyilvánvaló, hogy csóványos tisztelendő békává változott, és béka alakban küzdött meg a patkányokkal, amelyek aztán el is takarodtak a templomból mindegy szálig. Tudva levő, hogy egy ember béka azzal az erővel, amellyel kimozdítja az ember szájából a fogakat, 100 patkányt is legyőz. Hát ezért nem láttuk a városban a tisztelendő urat Észak-Erdély visszacsatolása után. Aztán hiába mondtuk, nem is egyszer, hanem ezerszer, hogy Arad, Lugos, Temesvár, az még nekünk visszajár. Kalinescu bácsi, aki a románokhoz húzott, egy varázslattal megkeményítette Adolf Hitler szívét, aki aztán ezeket a városokat nem is adta vissza nekünk soha. A Náncsi néninek meg Lidérce van otthon Velence szélén a Koldusbot utcában. Lehet, hogy most már nincs, de régebben biztosan volt. A Náncsi néninek van egy fekete kakasa, és az kakas létére hébe-hóba tojik, méghozzá szőrös tojást. A Náncsi néni egyszer egy ilyen szőrös tojást kiköltött a hóna alatt, de még az is lehet, hogy egy másik testrészével költötte ki, csak hát erről nem szokás nyíltan beszélni, meg nem is illendő. Viszont Pallos agrárproletár, aki éppen arra járt egy kis napszámos munka reményében, kileste, amint a Náncsi néni valagából kibújik a Lidérc, és csipogó hangon megkérdezi, mit parancsolsz, öreg anyám? Egy olyan Lidérc, amilyen a Náncsi néninek volt, vagy van, igazán úgy kell az embernek, mint egy falat kenyér. Például megtalálja leszakadt gombokat, vagy a legkisebb varrótűbe is befűzi a cérnát. A legutóbbi választások idején a szorgalmas kis Lidérc minden szavazó cédulára oda skiccelt egy nyilas keresztet és egy fölfelé repülő sílécet, aminek az volt az aktuális üzenete, hogy száll a sí! Az ő segédletével percek alatt meg kell a kenyértészta, és lekvár főzéskor vigyázz rá, hogy a szilva oda ne kozbáljon. A Náncsi néni Lidérce meglátja a távoli dolgokat. Ma este elmesélte, hogy a pestiek az állatkertbe járnak húsért oda, ahol régebben Esztrák tanár úr tanulmányozta a csimpánz faszán sétálgató lapostetveket. Pestiek azóta megették a csimpánzot a faszával együtt. Megették a zsiráfot, a bölényt és az antilopot is. Még az oroszlánt is meg akarták enni, de az oroszlán kiszaladt a lebombázott kerítésen, és eltűnt a milléniumi föld alatti vasút járatában, ahol nem őt fogyasztják, hanem ő fogyaszt másokat. Eddig megevett egy pályamunkásnak öltözött zsidót, egy hamis papírokkal bujkáló katonaszökevényt, és egy nyilas pártszolgálatost, aki zsidók és katonaszökevények után kutatott. Ilyesmiket lát a Náncsi néni Lidérce a messzeségben, de mindez akkor sem hangzik valami nagyon hihetően, ha a pestiek minden furcsaságra képesek. Az Gós bácsi viszont, aki 1919-ben a direktórium tagja volt, és csak az Isten csodájával magyarázható, hogy utána fel nem akasztották, baltát vagy kést hajít a forgószélbe, hogy megölje a portölcsérben kavargó boszorkányokat. Ugyanakkor azt is tudja, hogy a dialektikus materializmus az egyetlen elfogadható világmagyarázat, és fogadkozik, hogy mielőtt meghal, még elolvassa Marx, Károly és Engels Frigyes műveit, mihelyt azok városunkban is hozzáférhetőek lesznek. Ezzel szemben Pörgős bácsi, aki 1937 és 41 között a Földművelő Munkás Egylet Hömpőzugi szervező titkára volt, és aki időskora ellenére is okvetlenül bekerült volna a polgárőrség póttagjai közé, ha 1915 nyarán a galíciai fronton el nem veszíti a jobb lábát, vajmi kevés érdeklődést mutat a forgószélben előforduló banyák iránt, és csak a rendkedvéért üt be egy-egy temetőből hazahozott koporsószöget az istálló ajtófélfájába, az élve felszögezett baglyok és denevérek mellé, továbbá azért, hogy az ajtón ne tudjon bejönni a rontás. Sajnos néha így is bejött a rontás, hol az ajtón, hol az ablakon. Akkor aztán a tehén véres tejet adott, sőt végül meg is döglött, és azóta sincs másik. Ugyanakkor Pörgős bácsi messze menően azonosul Sztálin elvtárs nyelvészetről kifejtett nézeteivel. Ő is úgy gondolja, méghozzá önként, nem pedig megfélemlítés vagy kényszer hatására, hogy a nyelv
nem a felépítményhez, hanem az alaphoz tartozik, és fejlődése nem vezethető le közvetlenül az osztályharcból.